nos, itt is vagyunk. Köszönöm, hogy megvártátok a szünet végét. Ott tartottunk tehát, üdvözlöm a kedves VOD nézőket, el ne felejtse meg az itt lévőket is, sziasztok! Hogy be fogunk menni a Crimson Core-ba, ez az első próbálkozásunk ezzel a epikus szintű instával, ami azt jelenti, hogy a hossza az jóval hosszabb bárminél, mint amivel eddig a játékban találkozhatunk esetleg, hogyha valaki esetleg kíváncsi rá, itt mutatom, hogy iszonyatosan hosszú lesz, és ezt az utat fogjuk követni így vissza majd befele. Hát, hogy meddig érünk el, ez egy olyan insta, ahol bármikor kijöhetsz, hogyha eleged van, bármikor fel lehet adni. Megpróbáljuk egyben a legnagyobb részét teljesíteni, rendítsek? Aztán, hogyha nem sikerül, akkor nem sikerül. Szerintem vért mindenképpen vinni kell magunkkal, mégis elindulunk, egy meghívó mínusz, kettő meghívónk van oda bentre. Kaját tutira kell vinni, nem lesz oda bent táborozás, tehát ez nem olyan, ásóból viszünk be négyet, a térkép szerint négy, három vagy négy használat lesz majd. Ellenmérget lehet vinni állítólag néhányat, hogyha valami balul üt neki, kötszer gondolom nem fog ártani. Kulcsok, hogy kellenek-e? Hát nem tudom. Lesznek bent olyan ládák, amiben... Aha, van titkos szoba, igen. Ó, kettő titkos szoba is van, legalább. Vigyünk egy stacket, jó? Aztán lehet, hogy nem. Buksz-e valamit, ha feladod? Hát reméljük, hogy nem akarjuk feladni. Fákjából néhányat lehet bevinni. Hát én elviszek egy stacket, nem tudom, hogy kell-e. Élelmiszert, hogy vigyünk-e? Azt fogalmam sincs. Eléggé hosszú az út előre, és mennünk kell vissza is. Szerintetek milyen eséllyel kapjuk be a kajálást? Hát, hogyha végig akarunk menni epikus veteránon, akkor csak jöhet nekünk az éhezés, nem? Itt most a fákja fullon lesz, tehát a fákja használata szerintem csak a kuriókra használatos dolog. Hát, ezt magunk miatt visszük a szentelt vízzel, nem tudom, hogy kell-e szórakozni, de legyen nálunk kettő. Jó, maximum majd hílelünk ebből. Maximum ez. Legyen nálunk 24 kaja. Próbálkozzunk meg vele. Nézzük meg azt a mindenségét. Az első, második szintű próbálkozása ennek az instának, tehát most fog bekövetkezni. Reménykedjünk a legjobbakban. Ez egy set trinket állítólag, de akkor ez azt jelenti, hogy ez most nem fog aktiválódni itt rajtunk? Lehet, hogy a set trinket azt jelenti, hogy egy másik trinketnek szükség lehetik itt lenni a másik slotban, és a kettő együtt adja ki a bónuszt, ugye? Vért vigyünk hatot befele. Arra kell számítani, hogy a kettő karakter, aki nincs rajta a Crimson Curse, azt el fogják kapni. Igen. Ez több, mint valószínű. Jó, hat darab vérrel szerintem jók vagyunk. Ha lesz bent loot, reménykedjünk benne, hogy lesz, azt majd váltogatjuk, hogy mit viszünk kifele. Szerintem elég sok slot rendelkezésünkre fog állni majd. Megnézzük, aztán valami lesz. A kuriót azt mindenképpen nyitom közben, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet a kuriókkal ott bent a courtyardban. Szentelt víz, shovel vagy... Aha, tehát hogy heirloomokat tudsz szerezni, hogyha ásót használsz a Bloodflower-re. Erre már nem is emlékeztem. Stress healing a Holy Water-en keresztül, shovel, heirloom, bocsánat, mindig hülyén mondom. Medicine herb, vér, az trinket, kettő darab trinketet ad a fickó, hogyha rárakod a vért a hulid shrew-ra. Hát akkor több vér kell, nem? Lehet, hogy nem is jól gondoltuk ezt a dolgot. Hogyha valaki kíváncsi, akkor itt megtekinteti, hogy mi kell ide bentre. Javítsatok ki, 100-as fákjának számít, Secret Roomban nem lehet levinni, hogy nagyobb legyen a loot. Ja, nem lehet levinni, az szinte biztos, igen. Hát akkor viszont több ásóra van szükségünk, meg több szentelt vízre, hogyha esetleg, meg több ízére, gyógyfüvekre, és akkor nem hiszem, hogy kell kötszer ide bentre. Yep. Próbáljuk meg így. Kötszert én nem látok egyébként. Vért látok sok helyen. És sok trinketet. Bandage. 50%-kal loot, 50%-kal vért kapsz, hogyha bandage-et teszel a furcsa csontokra. A torch az a
kokunon 30 stressz healt jelent, tehát akkor az jót tesz, hogyha van velünk. Jó sok minden van itt bent. Vine crate-tel lehet firewoodot szerezni, hogyha shovel trade-elsz vele, és akkor megállhatsz egy kicsit fel boostolni magad. Ez nem rossz ötlet. A vine crate-et akkor... Jó, ezt megnézzük. Szerintem a 6 darabásóval kell működnünk, 3 darabot tudunk trinketbe átváltani akkor maximum. Nézzük meg. Na aztán lehet, hogy benézzük. Hemsegő hordákban érkeztek, bepúderezett parókával és önhítséggel díszítve, azt keresvén, hogy hogyan csillapíthatnák szomjukat borral és illetlenséggel. A mámor változatlanul beütött, és az ártalmatlan könnyelműségek egyre zavaróbb szórakozásba csaptak át. Az egész undorító esetet egy púpos ördög vezényelte, akiről úgy tűnt, nagyon is élvezi a szenvedést, amit okozott. Azt hiszem, megállíthattam volna őt. De a saját étvágyam rabszolgájává váltam, és az önuralom képmutatónak állított volna be engem. Ezek elkezdték egymást tenni, vagy mi a szar történhetett? Undorító. Epikus küldetések. Ez a küldetés epikus. Ezeket nem lehet egy próbálkozással teljesíteni. Hogyhogy nem lehet, bármikor gyülekezőt feladást hívhatsz a küldetés során, és a tetteid mentésre kerülnek. Mikor egy újabb meghívóra teszel szert, ott folytathatod a küldetést, ahol abba hagytad. Ha szeretnétek, irányíthatjátok egyébként az instát. És akkor itt most nem is mész át, hanem csak mész jobbra. De így igen, aha. Hát bent is vagyunk, srácok. Csóvárgás ütötte itt fel a fejét, mindenkinek rajta vannak a megfelelő. Szerintem az a trinket az hülye választás volt ott a izére, tehát nem adja be szerintem a bónuszt. Jó, induljunk el aztán majd azt, ami hosszú folyosókon kell átvágni magunkat. Azt írják a guide-okban, mivel akármikor jöhetsz, stressz penalti nélkül érdemes céltudatosan menni, nem tökölni, visszamenni, hogyha akarsz később. Ez már is egy... furcsa csontkupac, azt hiszem, hogy erre kell akkor rátenni a bandage-et, vagy a vért. És hogyha vért raksz bele, akkor meg szummonál egy csomó mindent. Tehát, hogy 50% esélye a bandage-re, ezt most figyelmen kívül hagyjuk. Vagy vért kapsz, vagy lootot. És jön az első csapat már is. Ezt erre számoltam? Nem, mert nem nézem a térképet. Jó, oké, mehet. Nos, levágjuk a kis szarost, mielőtt szúnyogokat idézne oda be, ugye? Szép vittel indítjuk meg. Szomjúság. Hárítva. 38-as hárítási értékek peregnek. Ezt a kis szart 3 HP-n úgy intézzük el, hogy odavágunk majd egyet szerintem. Itt a sóvárgás kellemetlen lesz. Ezt meg kell véreztetni. Egy elintézzem ezt a kis szaros is, akkor nem jönnek a szúnyogok? Igen, nézzük meg így inkább. Az a hulla el is fog tűnni onnan, megtorlás következik, bármi engem támad ott elől, annak üssünk vissza egy nevet a pofájába. Ezeknek a kábítási ellenállása eléggé magas, úgyhogy ne piszkálódjunk velük. Szép visszatámadás, a 170-re nem fogsz oda tudni jutni egy kábítással, vagy sem. Annyira nagy ellenállása van, hogy azt nem fogod tudni beadni. A visszacsapások azok jól működnek, úgy látom. Viszont jött is rajtunk egy kis Venom, egy kis Blight. Az előállót nem tudod támadni, az meg fog halni, mehet a csapatra egy buff. Anonymous keményen megküldi a pontosságot, a sebzést és a crit chance-t. Úgyhogy mehet előre egy nagyobb támadás, kár, hogy nem kritáltunk be, kicsivel több kellett volna még oda. Következő körben ő is meghal, előemésztés történik oda, elhárítva egy szép visszacsapással. Ő meghal, és így megyünk akkor tovább. Tehát smaragd, vér. Ezt megitathatom ezt a vért vele, nem? Melszobrok és jáde ütötte itt a markunkat. Mehetünk már is tovább az első szobrok. A francba egy csapda. A csapdák nem voltak itt jelezve. Nem is láttuk, hogy van. Kell egy nagy healing majd előre, mert 20 HP hiányzik. Az első szobában azonnal csatába fogunk lendülni. Kellemetlen Chevalier áll előttünk. Levágás helyett aratást használunk, hogy a vérzés menjen. Már is megy tovább is. Ezt a kis szart el kéne intézni, a besugot. Ez nyomja az átkot. Nem, a gyűjts be a vért, nyomja az átkot. Ennek mennyi lesz most a vérzés? 8-as, oké, és még majd lesz egy
szép healing hátrébb megy a kis szaros, lesz egy nagy heal előre. 12 az már is kellemesebb. És a megtorlással 2-t kellene csapni rá. Így van, akkor őt most el is viszi a vérzés. A visszacsapás jó helyen van, vérszomjunk a csillapított. Lássuk mi a helyzet, föld alatti nyárs, elhárítva, de keményen visszacsapva arcba. Szép, amit látunk, a stressz az most itt semlegesíthető volna onnan. Én levágom a kis, ja nem várja a kis szart, éppen nem, de a Chevalier-re rányomunk egyet. Ez 7 damage, kis szaros, elhárítja. Most már én is nyomok egy hárítást akkor magamra, ha így alakul. 8-as krittel ömlik a szomjúság és a stressz a csapatunkra. Most már csapat healinget fogok használni inkább. Vardemi level 4-es vesztálunk, szépen tolja vissza a HP számokat. Eltemetett robbanás érkezik meg egy elhárított támadás 10 HP-ra. Kell tovább folytatni majd még itt a támadásokat, lehetne egy védekezés hátra. Csapdák random dolgok, ezért lehet, az lehet, hogy teljesen random. Szép heal és stress healing. Megkezdjük a stress healinget. Még ez még jönni akar egyszer. Megkezdjük a stress healinget. The blood quickens. Süketítő jajgatással megy hátra az a vadállat. Ő meg már nem akar jönni, úgy látom. Sajnos a vér vitt el, tehát előre fog mozdulni, és a Jester nem tud emiatt majd odaütni, ahova szeretne. Elhárított szomjúság, a 33-as hárítási érték nagyon pozitív. Megtorlással válaszol közben Shadow Heaven 91 ott előről, és egy inspiráló dallammal további stresszlevételekbe bocsájtkozik közben Anonymous. 7 darab, 5 darab, 4 darab és 6 darab stresszpont. Kemény csapás ellenáll a gyengítésnek, de a vérzés szépen rajta van. Őt lehet stunolni is egyébként. Nézzük. És be is jön. Na, hát akkor jó esélyekkel ennyi volt ez a csata. Még lehet esetleg stressz csökkenteni. Azt mondjátok, hogy egy rámból nem fogjuk tudni megoldani. Lehet, hogy annyi lesz a loot, nem? Ez vége, ez ennyi volt. Lehet, hogy annyi lesz a loot, hogy ki kell, hogy jöjjünk. Szép stress heal, és oda néz egy bajkeverő legendás trinket. Meg egy vér extrában. Hát a vér az jó. Szentelt víz is jó. A bajkeverő trinket is nagyon-nagyon jó. Véreztetni tud a bajkeverőnk, az a... Szerintem a... Mondjad már, mi a bajkeverő. Halálos csapás ellenállás, az nagyon szép, kevesebbet gyógyul. Na, a baltás, a fejszés vadállatunk, nem jut eszembe a neve. Szobából lefele is lehetne menni, de semmit nem találnánk arra a ritkaságon kívül, úgyhogy mozgunk tovább előre, és itt ez a szoba egy titkos szoba. Be fogunk oda is menni. Akkor viszont már gondban leszünk a lootolással. Hell, Leon a bajkeverő? Akkor az kata 148-as. Mindegy, a trinketet azért elvisszük. Ez egy nemes ember és egy kurtizán. Gyönyörű kriteket nyelnek el. Vágni, mondja közben Anonymous. Stun ellenállások ott vannak, annyira nem vészesek. Próbáljuk meg. 65%, 60%. Sajnos ellenáll, úgyhogy hárítási esélyeket pakolunk magunkra, hogy ha most ők jönnek, akkor ezt próbáljuk meg valahogy semlegesíteni. De egy szép csapással 7-es, 8-asra rakjuk fel a bleedinget. Következő körében ő meg fog halni. Éjféli menüet következik. Ez mit jelent? Hogy mindenki felbuffolódik. Támadás egy körön keresztül nagyobb. És össze is pakolta a sorokat. Ez mit csinál? Szomjúságot rak Vardemire. Aki lehet, hogy megfertőződik a Crimson Curse-szel. Nem fertőződött meg, viszont ő sem fog így meghalni. Stressz számokat nézve el vagyunk, úgyhogy mehet egy aratás. Szép krittel, ez nagyon jó. Ő tehát meghal. Ide kellene nyomnunk egy ilyet, hogy ő is meghaljon. Ez is megvan, 2 halott. A középen állóra kell majd nyomnunk még valamit. És egy nagy healinget szeretnék itt látni, egy megtornás következik ide.
Eddig jól haladunk, eddig teljesen szuper minden. Lehetne egy szép nagy healing. 16-os, hát gyönyörű szám. Great is the weapon that cuts on its own. Nehezítés, hogy van valami előnye is. 15-ös kritet vert neki vissza. Hogy van-e valami előnye a Crimson Curse-nek? Figyelj, amikor megitatod vérrel, akkor a támadása, a sebessége, a kábítás ellenállása, a fertő ellenállása nagyobb, de a vérzés ellenállása lecsökken. Ha nincs megitatva vérrel, akkor kevesebb a max élete, egyen nagyobb a sebessége. A kábítás, a fertő és a vérzés ellenállása 5%-kal kevesebb. Tehát, hogyha rajtad van, a szar. Hogyha nem itatod meg időben, ezzel a vérrel, amit itt láthatsz lent, akkor szépen lassan elkezdenek haldokolni ezek a jó emberek. Úgyhogy igen, azt hiszem, hogy ez nevezhető inkább szarnak, mint jónak. Ezek a szúnyogok, legyek, mindenek, amik itt vannak bent, gondolom a dögökre gyűlnek ide. Azt a három okiratot én azért elvinném magammal. Szerintetek váltsunk esetleg? Álljunk meg, hol vagyok? A következő szoba lesz a kincs lokáció. Akkor viszont mindenképpen szarba kerülök már most, ugye? És még egy kulcsot sem vettünk fel, és nagyon hosszú út áll előttünk. Három darab ásóra szükségem van. Viszont itt az ásók aranyat érnek. Kulcsra gondolom szükségem lesz. Az ellenméreg az talán olyan, hogy nem kell feltétlenül. Kizsuk kapcsán lehet azért pozitív kicsengés. Gondolom igen. Gondolom. Ez, hogy ennyi hárítás, pontosság, sebesség, vérzésképesség esélye, halálos csapás ellenállás, ezek mind nagyon jók a Helionnak. De szerintem ezek párban jók, vagy nem tudom, hogy miért nem adja meg. Mert most például itt vagyok bent, és látod, az alsó sorok szürkék, tehát hogy nem aktiválja a visszavágás extra damage-ét valahogy a sorkaton a cucc. Ezt pedig akkor így most be is zárjuk. 750 goldot dobunk el. Hova tovább? Már is megnézzük, egy lépés. És ez egy titkos szoba, itt nyomsz egy felfelét. Nem adja be a titkos szobát. Ez érdekes. Úgyhogy nem adja be a titkos szobát. Akkor mennünk kell, és egy ásót kell használnom. A változó ködök. De hát ez... Én azt hittem, hogy ide ásó kell erre. De akkor ezek szerint nem, akkor fákját kell használnom. A fákja az új ásó. Na ez komoly, én ezt nem tudtam. Akkor most több kérdésünk is van. Szevasz Venka, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Aztán kitartás neked a következő héthez. Ez nagyon érdekes, hogy hátra nem fedeztünk fel, csak előre. Ez az árt szoba, ez azt jelenti, hogy most ha felmész, akkor egy hatalmas ág. Ó, és nem tudom behúzni a browsert éppen valamiért. Nem tudom oda húzni. De mindegy, hogyha valaki kíváncsi a térképre, akkor linkelem megint. Egy hatalmas ág van felettünk, ami kvázi felesleges. Hát lootot biztos, hogy tudnánk onnan kiszedni. Lefele kell, hogy mozduljunk innen. Mert hogy... Már a vérvirágok azok, amíg lehetne szórakozni. Mert hogy arra van a kulcs, ami az előttünk lévő szobához kellene. Ez mit ad? Fú, de elfelejtettem ezt, mióta itt jártunk. A Blood Flowers... Stresszt ad, hogyha ráraksz egy Holy Water-t. Aha, és a Shovel kell bele egyébként, az adja a gems-t, meg a dolgot. Jó nagy a térkép, ugye? Shovel mehet a vérvirágokra. Így már akkor nem is kell annyi ásó. A fortune waiting to be spent. Ez 6 darab selfie, akkor ezt viszont így leválthatom. Ez jó. Jó, király, és akkor mehetünk délnek. Nyugodtan irányíthattok majd, hogy merre menjek, mert nem vagyok benne mindig biztos. Ez melyik kurió volt? Ez a rothadvány koponya. Undorító amúgy. Pile of strange bones. Erre kell a bandage, hogyha esetleg vért vagy lootot akarsz kiszedni belőle, de mi nem erőltetjük ezt most annyira. Mindenki rendben van, mehetünk tovább, egy harc áll előttünk. Emlékszem, hogy annó is így játszottuk, hogy térképpel kellett nézni, hogy hova megyünk éppen. Aratás következik középre. Évedhetetlen szolgaság. Védelem. Szomjúság következik. Az jó, hogy éppen rajtunk van. 14 stressz. 5 körön át plusz 50% stressz szenvedek el. Nyomjunk oda egy kis vérzést. Hadszeresse, az meg is hal.
Lesztánolni őt meg lehet próbálni esetleg. Szevasz Echo Forge Media, hogy vagy? Meg is jön a kábítás, ő már nem fog akkor jönni. Én viszont egy megtorlással... Hát nem, mert őt elviszi a vér. Minek toroljam meg? Inkább csináljunk egy hárítást a csapatra. Hát, ha jobb így. Hát, ha meghálálja magát. Finomított szájpadlás. Biztos, hogy ez ennek a neve? Finomított szájpadlás. Nagyon hülye neve van. Rakjunk egy vért erre valahogy. Mert hogyha ide ütsz, akkor csak ezt fogod megütni. Tök érdekes, hogy amikor védve van. Látod? Hogyha őrizve van, akkor másik idézete a szolgálónak. Nem tudom, hogy mivé váltam, de azt tudom, hogy mire van szükségem. Elkezd csóvárogni a vér után. Vérre van szükségem, mondja. És a stresszt már el is kezdheti szerintem. Leveszegedni. Ő nem hagyja. Ne piszkíts be az erő tisztaságát, amit a vér ad nekem. Jól van. Akkor levágás jön. Jó, kettő halottunk van, az első pozíció lesz még olyan, ami esetleg nyomulhatna. Megtorlás még nincs rajtunk. Stresszlevétel nem volt sikeres, erre stun tenni. Hány százalék? 60 százalék ellenállással. Meg lehet próbálni hátha. Elkábul, az nem is annyira vészes. Akkor van egy kis alkalmunk arra, hogy most meg is gyilkoljuk, ez meg is van. És még stresszlevételt nem jó, mert ő jön előbb. Jó, mindegy, mindegy, figyelj. Felvesszük, amit tudunk innen. 250 goldot most még itt hagyunk. Egy vért fogunk itt megitatni vele. És annak az egy vérnek a helyére be lehetne rakni esetleg a 250 goldot. Majd, hogyha jön több gold, akkor majd azzal is foglalkozunk. Megyünk tovább lefelé. Random csapdák előfordulhatnak. Nézzük, hogy mi van a következő szoba után. Szevasz, Axi, jó pihenést! Hova megyünk? Melyik irányba megyünk innen? Úgy látom, hogy csak jobbra mehetünk egyelőre. Erre valami ízékkel. Mi ez a kokún? Ez kokún, nem? Valami olyasminek tűnik. Ez nagyon locsmány. Mi lehet ez? Nem, ez egy hive. Aha, és erre kell egy torcsot nyomni. Súfolódó kaptár, felégetjük. 1100 gold és egy citrin jön belőle. Hát... Lehet, hogy nem kell ennyi étel. Látszólag nem éheznek a karaktereink, de ez most vagy random dolog, vagy nem tudom. Egy vért eldobni, ez fájdalmas számomra. Mert a vért inkább kifele akarom vinni, nem? Tehát, hogy kell az majd még valahol. És hogyha nem volt titkos szoba, akkor az A-kulcs használata is felesleges. Ezt most tanuljuk ezt az instát éppen. Szentelt vizek még kellhetnek. Citrint most ott hagyjuk, a goldot pedig kivettük. Lehet, hogy a smaragd vagy a játék. Ja, most egyőre az étel. Maximum kimegyünk, aztán bejövünk majd még egy meghívóval, nem? És akkor már tudni fogjuk, hogy kell-e. Mit hajítanátok el? És hogyha nyomsz még egy vért neki, akkor mi történik? Akkor prolongolja? Tehát, hogy meghosszabbítja a rajta lévő vérszomi hatást. Próbáljuk meg most vér nélkül. Amúgy is jönni fog. Mi volt ez a passzív? Ja, hogy most ment le róla. Jó, nézzük a kövi szobát akkor. Ebben a szobában délnek is lehet menni, keletnek is. Délnek kell mennünk, hogy a megfelelő irányban legyünk. Ott egy harc vár majd ránk. Nem a védés miatt néz ki másképpen, amikor vért szívsz, sikeresen akkor változik át. Az lehet amúgy. Lehet, Muji. Pontos mechanikáját nem figyeltem meg elég jól. Most ezeken nem is fogjuk tudni megfigyelni. Véreztetünk mindenkit, akit már lehet. Krokodilia jó lenne, hogyha bejönne hamar. Vagy nem lenne jó? Ezt meg is próbáljuk lesztannolni, azaz. De kell majd stresszlevételről gondoskodnunk ide is egy keveset. Nem tudja begyűjteni a vért, onnan pedig nagyon próbálkozik vele. Hárítást fogunk nyomni a csapatra. Eddig minden szuper. Ez baj lesz. Ez lehet, hogy átok lesz. Ez átok lesz. Oké, Varnami megkapta a karmazsinátkot. Lehetett számítani sajnos rá, hogy be fog jönni. Hát be is jött. Kemény 9-es támadás. Indokoltá teszi egy Judgment használatát majd. Lehetne tovább nyomni a vérzést, vagy lehetne gondoskodni már a stressz levételről.
stresszel kezdjünk. Tökéletes négyes kritek mentek oda, ez nagyon-nagyon szép volt, nagyon szép. Ez 11 vér, ez pedig 8 oda. Legyen egy megtorlás ide. 11 vér a 12 HP-ra, nagyon kellemetlen, hogy pont nem jött be, de a Vestálunk képes lesz megölni őt és felhílelni magát a Judgment képességével. Még egy vérbegyűjtés következik, egy kemény visszaveréssel. Utána csapat healinget kell nyomni, meg kell nézni majd, hogy mennyi a stressz rajtunk, ez elhárított visszaverés, egy Fertuition rá, 9 HP mínuszba téve. Shadow Heaven-t előre mutatja, hogy mi fog történni ugye vele. Egy föld alatti nyárs. Nem baj, mindjárt kihíleljük a csapat hillel ezt is. És várjál. Hátra és előre is kellene stressz healingelni. Most aratni fogok, hogy a középsőn is legyen legalább egy bleeding. Ez 11, HP-ra 10. Ez pedig 3 a 9-re. Ez is 3 a 9-re. Ez tehát meghalt. Jó. Legyen egy csapat healing. Ezt fogom megütni. Ezáltal megöltük őt is, és a középső marad állva egyedül. 6 HP-val. Szerintem még tudnék csinálni, egy stress healinget. Így is van, előre nyomjuk. Minusz 11. Nem állunk szarul. Jó ez. Megüthetem, és akkor onnan még a 7-ből is lejön egy kevés. 525 gold jött. Sebész talizmán. Gyógyító képességeket tolja fel. Ezeket a trinketeket jó pénzért eladhatnánk amúgy otthon, de... Lehet, hogy nem is kell ennyi étel. Lehet, hogy nem kell étel ebbe az instába. Jó, de megtanulunk, hogy mire van szükségünk, ugye? Ha itt vagyunk lent, akkor jobbra kell tovább menni, és megint lesz egy fákja használat, utána pedig felfele fordulunk a kövi sarkon túl majd. Két sebesség és mozgás ellenállás. Sebesség az nem fog kelni, csak annyi, hogy tényleg jó pénz jöhetne ezekből, hogyha hazavinnénk őket. Lehet, hogy jobb is, mint a 750 goldot érő 2 darab jádéból. Mennyit érnek a zöld trinketek? 1500 goldot talán? Hát akkor lehet, hogy jobb is, mint a smaragd. Csak kérdés, hogy jönni fog-e még több abból, ugye? Lehet, hogy kulcs sem kell. Tehát amúgy lehet, hogy elvihetnénk mondjuk egy étel helyére, meg egy kulcs helyére. Nem tudom. Játsszuk meg felesben. Elviszünk egyet. És akkor a játékkal majd nem tudom, szórakozunk később. Megyünk jobb oldali irányba. Itt legalább egy-kettő kulcsot össze kell, hogy szedjünk, de addig megyünk, ameddig csak menni bírunk. Ez viszont ásó használatos. Ameddig csak menni bírunk, akkor ezek szerint nem fákja használat itt minden akadály, ami előttünk van. Ez a kokún, ez volt a stress healing. Hát most nekem annyira nem kell a stress healing, esetleg hátra mehetne. Egy stack jádék kevesebb, mint a trinket. Igen, az biztos. Azért gondoltam, hogy leváltam inkább. Mert egy 5 férrel, 375-ször, hát szerintem jobban járunk így. Szerintem a fákját őrizgessük még, maximum visszajövünk, hogyha nagyon beütne a stressz. Jól állunk. Inkább őrizgessük. Itt a következő szoba az üres. Felfele megyünk. Megpróbáljuk megszerezni a vörös kulcsot mindjárt. Lesz egy kanyar. Előttünk lefele menni felesleges. Egy újabb harc, egy hullaevő a két könyörgő mellett. Állítólag nem lehet befejezni ezt egy ültő helyünkben. Én nem tudom. Ti mit gondoltok? Be tudjuk fejezni? Egy megtorlással. Ráverünk a kis surmóra ott hátul. Nem nagyon van tapasztalatotok benne egyébként. Szevasz Red Eyes, hogy vagy? Vérezz értünk! Mondja a vérszomjas vadállatunk ott elől. Ide egy nagy healing majd kelleni fog. Mehet egy szép véreztetés. 8 a 9-re. Stresszlevétellel is mennünk kell. Szép.
Jó, hogy előre jött, mert akkor most innen majd tudjuk őt bántani. Stunolni őt tehát nem lehet, nagy healing megy előre. Nincsek nézszer ezt a játékot, nem játszottál még vele? Egyszerűen végig akarom játszani. Akkor tényleg sosem játszottátok. Be akarod fejezni egy menetben, akkor ne dob ki a kaját. Jó, nem dobom ki a kaját. Szerintem esély van rá, hogy megpróbálkozunk végigmenni rajta. Elvileg úgy jöttünk be, hogy ezt így kellett csinálni. Csak a rengeteg loot zavar, hogy itt kell hagyni mindent. Lestunolni nem lehet. Ott van a stress healing, oké. Okay. 4, 3, 4, 3, 12 hárítási esélyek. Nagyon jól és tudatosan tolod, neked menni is fog. Miattad vette meg a játékot. Muji, te király arc vagy. Örülök neki, hogyha tetszik ez a játék. Szerintem az egyik legkirályabb játék, amit valaha össze lehet rakni. Nem tudom. Tényleg olyan nekem, mint a Heroes 3, hogy bármikor, hogyha leül vele az ember nyomulni, akkor élvezetesen el tudja tölteni az időt vele. Szép jó volt a hétvége? Nekem jól telt, hát leginkább itt voltam veletek. Tehát amit láttál játszások, kb. Abból állt a hétvégén. Bevásároltam, anyukáméknál voltam, nagy különleges események nem voltak. Vittem anyukámnak szép virágot, ilyenek, ilyesmik történnek. Ezt a vért most berakjuk oda. A mellszobrok és a címerek pedig akkor most itt kell, hogy maradjanak, ugye? Mert hogy nem lesz semmilyen hely, ahova ezt elpakolhatnám. Esetleg smaragdokat áldozhatnék be. Otthon biztos, hogy jönni fog a kamatból valamennyi pénz nekünk. A mellszobor az biztos, hogy jobban váltja mind a címert, mind pedig az okiratokat. Az okirat az prioritás cucc. A címerek is azok, de... Nekem a top 5 legjobb játékok között van, 750 órán van benne, bármikor újrakezdem, nem bírom megunni, jó játékot még nézni is jó. Á, király vagy te is, akkor nagyban nyomod. Ez komoly, 750 óra. És te mit választanál itt most, hogy mit dobnál el? Szerinted mi az, amire nem lesz szükségem? Azt mondják, hogy a kaja az bármikor beüthet ezen a helyen is, hogy éhséggel. Éhséggel kell szembenéznünk. Úgyhogy az ásók kellenek, a fáklyák kellenek. Gyógyfüvek és szentelt víz vannak arra, hogy még több lootot hozhassak ki. Kulcsok nem tudom, hogy kellenek-e ezen a helyen. Kincset dobnád ki? A kincs az azt jelenti, hogy a trinketet? Szevasz Sosnon! Mi a helyzet, hogy vagy? Milyen lesz a következő heted? Szerintem ilyen szinten nagyon szenvedős lenne együttő hetben lenyomni, belevéve azt is, hogy a loot 80%-a akkor itt marad. Aha, tehát azt mondod, hogy kétszer menjünk akkor be. Zöld smaragdot? És melyikre váltanád be? A mellszoborra vagy a címerre? A címerből biztos, hogy fogunk használni odakint. A mellszobor meg nem tudom, hogy hányba váltja át magát. De már 6 darab így is van nálam. Címer inkább. Most leszek Pesten? Fárasztó. Most érkeztél meg? És mik a kilátások Pestországban? Megyünk közben felfelé a kanyaron túl, már csak egy kurió vár ránk. És hogyha ott befordulsz... Lassul a pulzusom, a szükség alább hagy, ne törődj azzal, barátom. Furcsa csontkupac. Ide tettünk már valamit, ugye? Vagy még nem tettünk rá semmit? Furcsa csontkupac, ez lesz a Pile of Strange Bones. Erre kellett a bandage-et rátenni. Jó, a következő szobánál dönthetünk, hogy elmegyünk a vörös kulcsért vagy sem. Hát szerintem el kéne menni, érte, nem? Mert most nagyon furcsán jelzi azt a térkép, hogy akik eddig mentek, itt nem látszik, hogy lementek volna a red keyért. Én viszont csak lemennék érte. Hát megváltoztatjuk kicsit a menetirányt. Meglátjuk, hogy mennyire lesz az így jó ötlet. 2, 3, 8 és 4 a stressz. Alattunk van egy harc, és... Ha alattunk van a harc, aha, akkor onnan két... Tehát, hogy ez alatt a szoba alatt van majd a kulcs. Úgy gondolom olyan... Ajjajjaj, a nyáladzó hullarabló meglepetten áll előttünk, hogy rohadnak ki. Stress healingre nincs szükségem. Levágjuk azt a mocskot. Hetes bit, nagyon szép. Nagy elvárásaid vannak magaddal szemben? Ez mit akar jelenteni vajon? Ezt a szart is el kéne tüntetni, de ő is kellemetlen. Előbb menjen a nagy. 9 sebzés, őt lehet stunolni, vagy legalábbis megpróbálkozni, meg lehet vele. Annak a végén is van egy red key. Igen, ezért furcsálom. Mert most szerintem az a vörös kulcs, amit itt megszerzel, a mögöttünk lévő ajtót, amit elkerültünk, azt fogja kinyitni, nem?
Hogyan lehet kinyitni vajon a kincses szobát? Ezt nem is értem. Hárítási esélyek. Igen, itt mutatja, hogy van egy red key, csak nem értem, mert... Nem értem azt a red key-t, mert akkor nem ott van a boss, tehát a red key az utána jön. Hogy a boss után lehet még red key-t szerezni, azért, mert a jobb alsó sarokban van egy piros ajtó, amiben loot van. Azt hiszem értem. Két vörös kulcs lokáció van a térképen. Az egyik mögöttünk van, az egyféle shortcutként működhet. A másik pedig előttünk lesz majd. Menjen a vérzés a mocskosra tovább. 13 a 23 HP-ra, nem hagyjuk abba. 18 a 19-re, és most egy visszaverés fog következni. Menjen egy csapat healing. Tehát a riposzt képesség aktiválásával elverjük a bengát, hiába hasítgat. Kár, hogy ő jött előbb és nem én jöttem előtte. Mert akkor most ezt a vérzést nem szívtuk volna be, de nem baj, nem baj. Így már a megtorlásnak sincs értelme, hogy oda tegyük, akkor előre tesszük. Neked egy idő után nyűg az átok cucc? Nekem is az, mindenkinek az. Ez benne a jó, hogy még nehezebbé teszed a játékot magadnak. Menjen egy szép erősítés magunkra, meg egy odaverés. 7-es, kevés lesz, mert 5 sebzés a 6 HP-ra. A hátsó elvérzik, ide még egy szép nagy healinget szeretnék látni, és akkor már ami vérzés van rajtunk, az még 6 HP mínusz, azzal már lehet együtt élni, menjen. Az 5 vér el fogja vinni ezt a kis surmot, és ezzel megint teljesítettünk egy harcot. 12 címer jön, meg egy szentelt víz. Le lehet őket győzni, hát persze, hogy le lehet, hát azért jöttem, barátom, a 12 címert most nem veszem fel. Mármint a 6-ot, bocsánat, mert 6-ot elhoztunk. A vörös kulcs, az nagyon reménykedem benne, hogy nem foglal slotot majd. Felderítünk és meglátjuk a lenti zónán belül, hogy nincs ott semmi. Valójában ott van a kulcs. És előttünk áll egy krokodilian boss fight. Arra még kíváncsi leszek, hogy mit fog majd dobni. Egy csapda! Sajnos meg is ijesztette a jó emberünket. Már is megyünk közben tovább, és felvesszük a kulcsot. Úgy néz ki, hogy nem adják ezt könnyen, még előtte azért rá kell, hogy verjünk egyet ezekre a kis kulákokra. Vérzés, ott is ott van, minden jó helyen van. Évetetetlen szolgaság következik. Aha, és akkor nem ez változtatta meg a külsejét, hanem a vérivás. Szomjúság! Felhíleli azt a szemétládát, de nem baj, én nyomom már előre a véresőt, a gyászesőt. Másfél órát késtem, lepakoltam készök rá, egy embeten hajnali időben kelljek fel. Miért? Mikor kell felkelned? Ez stresszel minket, úgyhogy dolgozni kell annak levételén. Mehetne egy darab hárítás, de inkább elkezdjük szerintem a visszaveréssel. Ez meghal. Visszaverést okozunk ide. Vagyis, hogy hát odaverünk, hogy visszaverjünk, ugye? És akkor 10 HP hiányzik, meg 10 HP hiányzik, ezt csapatgyógyítással kezdjük csökkenteni. Eltemetett robbanás. 8 és 5, de is 9-et ver vissza. Egy kábítás be is jött sajna oda, ahova nem akarnád, hogy bejöjjön. Stresszlevétellel is foglalkozhatunk. Két középsőt meg lehet ütni, itt ez mindenképpen kihal. Inkább stresszlevétel akkor már. Igen, szerintem, hogyha szereted ezt a játékot, akkor ne gondolkozz. Akkor csak üdre vele játszunk. Bármikor abba hagyható, bármikor nyomható. Ez 3 HP-ra, kb. 4 HP-ra 3. Indul a következő szolgaság. Most már onnan védenek. Tehát ő van védelmezve, ő általa. Az ott kimegy. Kell egy kettő nagyobb healing. Bár azt a kis szart is elintézhetném. De inkább healeljünk. Legyünk biztonsági játékban. Buffoljuk a hárítási esélyeket. Föld alatti nyárs érkezik oda, ahova nem akarnád. Így már az önostorozó mindjárt 50% HP-nál, és 9 darab bleeding van rajta. Tovább kell csökkentenünk a stresszt ott elől. 6 órája aramosztok. Jézusom, az igen! A nem szarral gurító következő részében. Jai! Előre vonják közben Vardemit, aki úgy dönt, hogy akkor csapat healingekkel folytatja, de nem azzal fogja folytatni, mert szépen visszaáldosnak. Áldosnak? Van ilyen szó, hogy áld... Na mindegy. Visszaáldogálnak előre karaktereink. Itt lehet, hogy tudok amúgy egy szép nagy vérzést is bevinni,
hogyha ez 12-re lemegy a HP. Ugye 12, 40% alatt érvényes, szerintem pont jó lenne. Amikor ő jön, akkor a kövi körbe. Ezt most kicsit necces, de megpróbálom. Megy az erősítés, minden nemű buff. Föld alatti nyárs. 17-es kritet nyom Vardemire. Undorító. Stresszlevétel kell hátulról majd azonnal. Ez nagyon jó, mert most aktiváljuk akkor a brutális véreztető képességet. Ez 8 bleedinget rak, 7-et rak, mert nem 20 fok ki sajna. Megérte volna a kihúzás. Azt mondja 17, 5, 9, 12 és egy nagy healingre van most szükség. Nagyon nagyra, ez nagyon nagy baj. Jó lesz ez, de nagy gondot okoznak, látszik rajtuk. Szép hárítás. Visszaverés, megtorlás következik. Gyógyítás szerezve kevesebb. Nehogy bekritelj, mert meghűlök. Jó, oké. Okay. Ez még jó, ez még vállalható. Sok-sok-sok stressz levétel folytatjuk. Így, sok healingre is rá kellene menni, de hogy fogom ezt megtolni így? Védelmezzük a hátulállókat. Jó. Eddig minden, oké. Okay. Gyógyítás a teamre, egy szép 10-es heal crit megy előre, azáltal kimaxoltuk a Man-at-Arms HP-ját. Itt a bleeding az el is felejtődik. Berakunk egy vérzést, az azt jelenti, hogy két körön keresztül még tudjuk nyomni, a kövi körben ő meghal. Elcsesztem. A visszaütés miatt csesztük el. Ez most már viszont nem elhanyagolható aranymennyiség, ugye? Ez már semmiképpen nem elhanyagolható. Fel is kajálhatnám magam. Semmiképp nem elhanyagolható. 1500 gold, meg az 2500, meg 625, 3125 gold áll előttünk. Vagy goldot viszel haza, vagy címer és egyéb dolgokat. A vér az kelleni fog, hiszen rajtunk van minden baj. Szentelt vizet fogok használni. Ételt fogok használni, a sebész talizmánt váltjuk le. Hogyha így jön a smaragd, akkor ez maradjon. Kb. Egyenértékű a kettő ugye most ezzel a kettővel. A zafír hova mehetne be? Nem viszek haza mellszobrokat. Francba. Jól van, de még a goldnak is kellene helyet találnom. Ha csak a kulcsért jöttél, utána kimész, akkor nem fontos a kaja. Hogy érted, hogyha kulcsért jöttél és kimész, utána nem fontos a kaja? Nem akarok kimenni, mennék előre. Egy darab acsajtem nem marad, de örülök is, meg nem is, hogy azért odaértél. Milyen kedvesek egymással, néz, milyen cukik. Nem kell félteni az életed, rendben vagy még. Az a kérdés, hogy bandage-et ugye nem tudunk levenni, tehát itt el fog menni még 9 HP. 21 per 36-on fog megállni, itt még lehet csökkenteni, hogy visszanyomja. A 625 goldot tenném be valahová. Hát, hogy lehet, hogy felkajáltatjuk őket? Mennyire sok élelmiszer kellhet az Insta hátra lévő részére? Kibírjuk a nélkül? És még a Crocodilian boss fight előttünk van. Most visszafele megyünk, akkor lesz egy fight még a Crocodilian előtt. Mit gondoltok erről? Még a fight során fel tudnám talán healelni magam. 625 goldot ott hagyni az azt jelenti, hogy... 3 herbát miért őrzöd, ennyire lesz valami haszna? Elméletileg idebent a kuriók között a... herbálnak medicine, herbs, az adna ételt, gold, supplies-t, és kb. Ennyi. Meg leveszi a negatív dolgokat. Forgotten delicacy, deli valami. Ott lehet használni, aha. Hát ja, mert a kaja, azt mondod. Tehát igen, tehát hogy lehet, hogy tudunk kaját kiszedni, hogyha gyógyfűvel rendelkezünk. És akkor már így, látod, 5 étel kell csak, ami kimegy, még oda is nyomsz, 4 ételt pocsékolunk csak el. Szerintem ez így működhet. Csak hát ugye mit fogsz?
Ez csak annyi, hogy belenyúlsz. Ebben a ládában egy kulcs, ami ezek alantól szükséges. Ugye nem azt akarod mondani, hogy ezt vinnem kell magammal. De szerintem ezt vinnem kell magammal. Jaj, ne. Hát de én erre nem is emlékeztem, hogy ez ilyen volt. Na jó. Ajaj, igen, ez bizony egy ajaj szituáció. És 4 kulcs lesz ide bent. Új, de fájdalmas lesz ez. Csak 2-be kívunk van, ne felejtsük el. Megyünk éppen felfelé, és... hogyha ide kiérünk, akkor lesz egy üres szoba esetleg. Balra visszafele mehetünk, szerintem mehetünk nyugodtan északnak is, az a 2 szoba össze lesz kötve ugyanis. Nem áll előttünk semmi sem. Esetleg csapda jöhet random. Mindjárt jön egy boss fight, egy krokodilian, aztán meglátjuk, hogy állunk. Egy üres szoba, lefele semmi, kurió van ott előttünk balra. Itt van a vörös kulcs használat. És akkor a vörös kulcs az egészen az insta végén fog majd kijönni. Elveszi, amit felhasználtad, nem kell mindent magánál. Hát az a baj, hogy most ez ki... Tehát kinyithatod a zárt szobát onnan. De a legvégén az instának van még egy vörös kulcs lokáció. A többivel akkor könnyebb lesz viszont a dolgunk. Ebbe mit kellett beletenni a furcsa... Ja, ez volt a bandage, ugye? A bandage-et nem piszkálod. Nincs ugyanis nálunk. Nem nehéz nem használni valamit, ami nincs. Ó, egy fickó. A vér, vérre van szükségem. Sóvárogni kezd. Ne nyújj hozzá, te hülye! Hát de mi, hát ebből... Ja, Istenem. Jó, az a fickó, a hudid fickó, a kapucnis vadállat, azt csinálta volna, hogy adott volna nekünk trinketből 2, hogyha egy vért adunk neki. Kösz szépen! Sóvárgós Géza. Egy kulcs jobb, mint 4. Ja, igaz. Most szerintem akkor visszamegyünk balra, és megpróbáljuk kinyitni azt az ajtót. Ha már így vagyunk, nem? Miért is nem mennék vissza kinyitni egy ajtót? Még egy kurió is van előtte. Hú, erre akkor jó lesz a stress healing például. Évettem. Ajjajjaj. ez szar. Végre ez a játék megy. Szevasz Vampire. Igen, már egészen 3 órája nyomjuk. Ajjaj. De annyira szomorú nézni ezt a rengeteg cuccot, ahogy nem tudjuk felvenni őket. Hát a smaragdból még mindig több lehet. A zafír az full stackben, az rengeteg. Az vagy 5000 gold, ezért nem akarnám lecserélni 1751 stackre. Akkor lenne jó, hogyha feltoltuk volna az arany stacknek a mértékét, mondjuk 9900-ra. Tudod, és akkor itt most egy stackben megoldhatnád az egészet, de nem. Nem ez a helyzet áll fent. Hát én az aranyat azért csak elvinném. Kaját meg akkor csak akkor tudunk vinni, hogyha gyógyfű is van nálunk, ugye? Kulcs az kellhet erre az instára? Tehát, hogy van olyan szituáció, amikor álkulcsot kell használnod? Mert most már kezdek kételkedni benne. Meg magamban is, meg mindenben. Az egész életemben kételkedem. Szentelt víz kell nekem? Mire használom a szentelt vizet? Most még egyszer meg fogom nézni. Szentelt víz használata ide bent. Mindjárt. Aha, ez stress healing használat maximum. Hogyha jön egy damned fountain. És kb. Ennyi. Jó, köszönöm szépen, a szentelt víz nagyon jó. Mindenki megkapja annak áldásos hatásait. Így. Ha minden loot ennyire fájdalmas, biztos egy csekkel végig akarod vinni? Miért te nem tennéd meg? Ó, és van kaja használat. Oké, nem tudtuk, de most bejött, igen. Mi lehet a megbékiozott portálon túl? Ó, na várjál! Most, hogyha kinyitod ezt a helyet, akkor elhasználod a kulcsot, és a végső lootért nem mehetsz majd be. Na, ezt megint csak nem tudtuk. Várjál, mert a boss után van még egy red key, és akkor lemehetsz az alsó részre. Nem, 2 darab red key lokáció van ez. Értem már, oké. Jól van, nyugodj meg, nincs ott vér, semmi baj. Minden rendben. És akkor ezt a helyet kinyitva van egy kurió előttünk. Ez most az a szoba, ami után
I szobában. Tehát itt, reál, hol van? Jól mutatom? Jól nézem, ugye? Nem jól mutatom, de jól nézem. Itt lenne ezen a kockán egy titkos szoba, ahová de valamiért nem tudok bemenni, nem értem, hogy miért. Szevaszt írne, hogy vagy, mi a helyzet. És akkor most, hogy ezt a szobát kinyitottuk, most el kell mennünk a másik irányba, ahol egy nagy-nagy hely lesz, és egy fight is van előttünk. Meg most kettő fight van előttünk, meg a krokodilja mindjárt megindul. Csóvárog már kettő karakter, úgyhogy vért kell itatni velük majd. Remélhetőleg hamarosan szerzünk is. Igazából ez egy shortcut, nekem is annak tűnik, igen. Tartok egy kajaszünetet, folytatom tovább a HD-t. Na, de jó hangzik, jó étvágyat kívánok neked, a HD-t az nagyon jó. A Vestal miért megy előre, mit művel? Kérem, menjen hátra akkor, ha már ilyen jól sikerült ezt megoldani a... Stackeljük azt a vért oda. Ez baj lesz, hogy nem jó helyen van Jóska ott hátul. Anonymous Jóska, bocsánat. Kedves Anonymous, innen mínusz 33%. Ajjajjajjajjaj, Iron Guard, mi történik? Ez mínusz 15 HP a 12-re, mindjárt felhíled magad, oké? Okay? Előemésztés megy hátra. Szép hárítás a 46-os hárító értéknek köszönhetően. Megy ez a stressz hír továbbra is. Most kell használnod, úgy látom. A rengeteg bleedet. És a healinget magadra. Szerintem én meg fogom őt most kicsit védeni. Ajajaj, kiszimatoltam a vérüket, mondja, és megint előre áll a Vestal. Miért teszed ezt, Vardemi? Vardemi, te most megiszol egy vért, jó? Mert ezt már rá nem lehet kezelni egyszerűen. Kibírhatatlan, hogy mit művel. Menjél hátra. Nem heal-el azért, mert folyton előre akar állni. Egy kábító érték hátul. Azt mondja, hogy a kulcson ne vigyél skeleton kieket, mert hogy használd őket egy ládán, ripley-szerű a trinketeket, amik bennek vannak random loot-tal. Ó, akkor ennyire nem érdemes. Ez a kövi körben még nem hal meg. Ez szép hárítás volt az üvöltésnek. Ezt le fogom ütni. Kettes támadással a megtorlásból. Egy kötőjel, kettő, három, nagyon jó volt. Szép stressz healingek hátul, a jesterünkön közben gyűlik a stressz, ami nem annyira jó cucc. Be akarja gyűjteni a vért, de hát mit akarsz begyűjteni, majom? Hát nem látod, hogy ő már sóvárog? Hát a stressz healingnek most kell kimennie saját magára. Mással itt most nem is érdemes foglalkozni. Mind a kettő egyébként halott, úgyhogy... kellene még a csapatba nyomni egy szép healinget, ugye? Lássátok a vérerejét, és azonnal megtisztítja magát a stressztől. Itt még 9 HP le fog menni, úgyhogy egy 10-est nyomunk oda-vissza, hogy kb. Ez az érték álljon majd újra elő. Ha megölök egyet, akkor lejön valamennyi stressz rólam. És nagyon jól tettük, hogy a Zafirt megőriztük, mert ez most 2000 gold lett, így a mellszobrok visszajönnek, mehetünk tovább. Jó, mennyire szép, amikor fel tudod venni a lootot, és nem kell mindent ott hagynod állandóan. Most egy fight áll előttünk, egy harc, és a harc... Várjál? Hol vagyok? Már elkeveredtem. Ez volt itt a kulcsos szoba. Ebben a szobában vagyok. Igen, ez a szoba egy boss fight. Hát nem tudunk felkészülni rá, úgy megyünk, ahogy vagyunk. Annyival tudok felkészülni, hogy mindenki a helyére áll. A krokodilien a szokott, hát... A krokodilien nem azt csinálta, hogy meglepődtünk és átrendezte a csapattársakat? Tehát, hogy fordítva kell felállnod? Kurtizán és egy nyálladzó hullarabló. A kedvencünk. Stress healinggel foglalkozunk. Szép nagy Vardemi, gyönyörű nagy healingeket tol. Nem tudom, hogy mivé váltam, de azt tudom, hogy mindenkit meg akarok stresszelni. Aha. Hárítási értékek. Egy vért oda fogunk neki adni, hogyha ennyire ki van az élettől. Szép hárítás. Jaj, de szép crit volt. Ez el is intézte őt. Mármint, hogy két körön belül elintézi.
hasogatások keményen, hogy a stressz is oda menjen. Kettő helyről kell a stressz levenni. Kellemetlennek néz ki nagyon. Vissza is fogjuk tölteni, amit ott levett. Újabb vér, öt körön keresztül ráadásul. Ezt elintézhetem most. De ehelyett inkább Bengára megyek rá, oda is menjen a vérzés lefele. Lehetne csinálni esetleg... Szenvedő leányzó, az mit jelent? Ja, megvédeti magát vele, ugye? Ez nem baj, az jó, az le van szarva. Minusz 18% stressz, innen vegyük le előről, amúgy is oda mennek a támadások jó részben majd. Hasítás vagy Iron Guardra, aki inkább hárít, az nem hasítás, az hárítás. Lehetne megtorolni. Az nem baj, hogyha lesz visszaütés hamarosan. És foglalkozunk el a stress healinggel. Én kezdek? Én jövök először? Együnk már egy vért. Inkább legyen meg éve, mint hogy ne legyen. Néztük egyébként, hogy mennyi vér volt nálunk? Tök kíváncsi volnék. Ne piszkíts be! Jól van, oké, nem piszkítok sehová. 23-34. 23-15, 23-9. Kellene itt egy átvétel magunkra. Stressz átvétel, ugye az önosorozó, a Fledgelent rendelkezik egy ilyen képességgel. Csak éppen nincs betéve. Üvölteni fog, egy stressz rakánk. Ez baj. Szörnyűség, szörnyűség. Megy mindenhová, ahova nem akarnád. Próbálkozunk crit heal-eket benyomni. Plusz 33% stressz, tehát akkor kettőt kap, kettő körön keresztül az 30. Ez három körön keresztül kapja, úgyhogy innen vegyük most le. Mert akkor így már legalább ő is minusz 33. Akkor ez így vállalható mennyiségnek néz ki. A megtorlás megvan. Védelmezzünk valakit. Hogy az előálló védelmet megtoljuk egészen. Egészen 46%-ra a sebzés felét elnyeljük. Egy 4-es támadás a nyálladzó hullarablóra, ami a vérzést fajálja nagyon. Következő körben halott is lesz. Koponya dobás bekritel, a 26-os stressz azonnal felment 54-esre. És ráadásul ugye baj is van, nem csak hogy extra stressz fog majd most benyelni, hanem ráadásul a... Na, ja jó, bocsánat, akkor semmi, jó. Tehát hogy a HP-ja is lement. Így viszont nem tudja magán csökkenteni. Az a durva, hogy annyi stresszt nyelt be, és még ráadásul ugye kevesebbet is kapott. Annak köszönhetően, hogy van rajta negatív szorzó. Hát ez erős. Ez azért erős volt ez a csapat. A harag könyve egy rendkívüli trinket? Most a rendkívüli, azt gondolom, mindegy, a kulcsok helyére bemehetne valami. Ó, oh, szevasz, B-Hun, üdvözöllek. 28 HP-s hír, az gyönyörű volt, igen. Hattal jöttél be? Hattal mivel? Miből jöttem hattal? Kulcsokat betesszük, de szerintem a goldba teszem be, és jön most a krokodilien. Szia Lilian, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál velünk. Hát itt most nem tudunk mit tenni. Bemegyünk a krokodilienre. Ti jól emlékeztek? Meg vagyok éppen tartok, igen, ezt olvastam. Tehát a krokodilien ez megváltoztatja a csapat felállítását? Ja, hat vérre jöttünk, igen, így ahogy mondod, úgyhogy azt majd kelleni fog feltölteni, ha még van rá lehetőség. El kéne intézni ezt a krokodilt, az első boss fight, tehát idáig mindenképpen el kell tudni jutni szerintem. Megérkezik a kis mocskó krokodilus, 197 HP-val rendelkezik, hátra nem verhetek, azonnal megkezdem stresszlevételt magamról, mert itt fog stresszt nyomni rám. Gyászeső hújjon rá, 70% bleeding ellenállása van, kell, hogy toljuk magunkra a hárítást, és kell mindenféle buff is majd. Ólálkodó félelem. Úgy néz ki, hogy előre jön egyel. Gondolom, amikor majd nagyon elő lesz, akkor lesz problémánk. Próbálkozhatunk esetleg stunnal bele. Hát, ha bejön. És ellenállt neki. Nem baj. Még lesz itt esély. Rajzó korrupció. Ez mit csinál? Stresszt rakja mindenkire. Az fájdalmas, rohadt mód fájdalmas. Lehet, hogy lesz megőrülés is. Itt már lehetne véreztetni, de inkább stressz healinggel próbáljuk lefolytani ezt a
őrületet, mínusz 35%-ot nyerek be stresszből. Jó lenne egy visszaütés, a megtornás mindenképpen fontos. Ha mindenki bántani akar, akkor a visszacsapások csökkentik majd szépen a HP-ját. Lemerítés. Védd be a healert, bármikor előre húzhatja, oké. Okay. Ez fel is healeli sajnos. Gondolom, hogy oda nem tudok ütni, így van. A nádas tüti felesleges. Ez egy nagyon szép crit volt a vércésből, mert az öt körön keresztül fog pörögni rajta. Csúcsragadozó. Jézusom! Normális vagy? Anonymous nagyon szarul van. Még jó, hogy a healerem jött előbb. Mi volt ez? Fogsöprés nyilván oda. Egy HP-val marad meg, és előre van rántva, van rajta bleeding, van rajta minden. Hát úgy látom, hogy inkább őt kell bevédenem. Úramisten. Meg mindegy, hogy hol áll ő, úgyhogy most előrébb fogunk menni. Ne nyomd oda, légy szíves, fogsöprés. Előre rántja megint? Igen. Azt a mindenit! Nem szoktunk a krokodiliennel ekkora szarba keveredni, hát most belekeveredtünk. Pontosságot és kritet raktam a hárítás helyett, őt védenem kell. Hátsó pozícióban áll Shadow Heaven, a sorkatonánk. Anonymous a halál torkából megpróbál valahogy hátrébb menni. Ennyire menjen hátra. Minél jobban. A Vestálunk első pozícióból szart sem tud csinálni. Hárítási értékeket megtoltam már? Nem. Most fogom. Most meg fog halni? Szerintetek meg fog halni? Mert a vérzés rajta van, és nem tudok mit tenni vele. Lehet, hogy elviszi a vér. Mert előbb fog jönni most. Most fog előbb, és még lehet, hogy meg is csapja. Uram, Isten! Az előálló Vestál nem volt képes arra, hogy kilejjen onnan. Azt a büdös mindenit! Jó, atya úristen! Hát és konkrétan elvitte a vér, pedig mekkora ellenállása volt Anonymousnak. Azt a mindenit! Na ez kemény! Na most érkeztünk meg a Darkest rosszabbik oldalára. Azonnal bemar. Atya úristen! Na ez mocskos erős. Anonymous így sincs, hogy lássa karaktere halálát. És ez a szar, ez képes healelni is magán, a vérzést pakoljuk rá. Hát mi van itt? Ez most nagyon ocsmány volt. Nagyon szerencsétlenül jött ki, hogy a Vestál előre került. Nem lehetett egyszerűen bírni vele. Gyógyítás az egész teamre menjen. Ez itt már a kellemetlen majom oldala. Vagy te meg a lányod, te majom. El vagy egy majom, te majom. Kellemetlen oldala a játéknak. Ennek az expedíciónak lőttek, mondja Vardami, szuper stresszesen. Míg a vérszemje az ott van rajta, pakoljuk azt a vért a rohadék krokodiliusba. Trinketeket pedig akkor haza kell majd vinni, ugye? Álljunk előre. Lemerül és egy olyat fog csapni, hogy meghűlsz. Stresszlevétel ugye nem? Innentől már Darkest kazamata. Vért mindenkinek és megüti. És megüti, hogy a pontosság... De miért? Miért ütötted meg, Vardami? Ezt mivel magyarázol? Púcsragadozó. 13-at. Nagyon szép kritet vert oda. Gyönyörű volt. A krit az gyönyörű. Fél HP-n van a mocsok. Egy nagy healinget szeretnék előre küldeni, hogy valahogy countereljük ezt a benga damage-et, amit kitolt magából. Fogsöprés jön Iron Guard-ra. Hárítva nagyon szép. Menjen az a vér bele, menjen, pusztuljon el! Úristen, meghalt az egyikünk. Ólálkodjál, te majom, úgy megverlek, megőrülsz. Van még visszacsapásom? Még egy körön át tart, igen. De ne ütögessétek már egymást, értem én, hogy stresszesek vagytok, de azért szépen, na. Megtorlás, pontosság és crit. Védekezzünk. Most kell a megtorlás. 80 HP-n áll a 200-ból. És ez a krokodilien többször elénk fog még állni ebben az instában. Ezért is necces, hogyha képes volt és hát ráhúzta a péniszre. Szegény.
Anonymousunkat, akkor mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy... Hoppá, Vardami, várjál! Reménytelenné válik, Vardami a HP-ja elúszik, gondolom. Nem, érdekes módon nem ment lent a HP-ja, mert szerintem a skarlát... Átok. Valahogy segített rajtam. Temetőben hárman vannak, jó lesz a buli? Fogsöprés következik újra elhárítva, 33% hárítással. Így legalább már tudunk majd hova pakolni, nem? Merüljél le, majom! Az fel is hílleli magát ilyenkor, 73 HP-ra áll vissza, megy. Amúgy egy stunt lehet, hogy nem lenne szar belevinni, de ilyenkor már inkább a gyógyításra koncentrálok. Ember vagyok, vagy csupán a vérnek szánt edény? Jaj, nem vagy te edény. Ah, Istenem. Majom edény. Megtorlás még két körön át van. Pontosság és crit chance. Kellene a crit, hogy belemenjen, de nem megy bele. A vérzés viszont ott van, úgyhogy 15 HP csökkenés lesz. Rámugrik. 17-et verve Iron Guardba, akit mondjuk véreztetni nem véreztet meg. Így most egy nagyon nagy vérzés fog belemenni majd. Lement időközben, úgy látom a... Istenem. Lement a Guarding valamiért. Hát azonnal helyet kéne cserélnünk. Mert hogy onnan nem tudok vele mit csinálni, egy újabb fogsöprés. Elhárítva nagy szerencse, mert 11 HP-m van. Hátra kell, hogy álljak valahogy. Itt már tudok healelni is majd. És itt lehetne egy nagy healinget kitolni. Ki veszett el? Szerintem Anonymous volt az, level 4-es jesterünk sajnos. A healing az nagyon szép volt, de nem jó helyen állunk, nem tudunk onnan támadni. Az elejében csörgedezik. 15 stress healing volt, vagy 15 stress? Visszacsapás, 48 HP-n áll ez a mocsok, és egyedül a hátulálló lenne képes arra, hogy valamit bevigyen. Szép, szép ráverés volt, 126-os a stressz. Mert a csapat healing, a hátraállásnak is volna értelme. Előre kell, hogy menjünk, mert nem tudunk innen semmit sem csinálni. Legelőre megyek inkább, mert akkor, hogyha őt előre rántaná, akkor ő a második pozícióba kerülne. A védelmezés még bent van. Meddig van bent? Még egy körig. Ja, nem volt még ilyen, hogy kapásból két karaktert veszítenénk el. És előre áll, jól van, állj előre. Gondoltam, hogy nagyon jó lesz neked ott az hátul. Legalább tudok healelni. Fogsöprés, az hátra megy. Hatos crit, nagyon szépen el lett hárítva egy csomó. Jaj, de jól visszarendezte a csapatot. Na végre. Ezt vártuk már. 7-es, az nagyon jó, mert 15, még mínuszba lemegy, 34 HP-ja, 29 HP-ja van. Lemerül, mert egy szar. Visszacsapáson gondolkozni kell. Lehetne amúgy stunolni is esetleg, meg lehet próbálni, most van rá. Elhárítja, de nem baj, mert a riposzt azért rám jön. Megjelölés rajtam van. Végre egy jó 13-as crit, amit 5 körön keresztül 10 damage-et nyom bele. Még lesz neki egy kevés, de szerintem megvagyunk. 26-os critet nyomott oda, hát normális az ilyen. Azonnal nyomjuk vissza azokat a HP számokat. És mindjárt meghal, fogsöprés. Jó, még van 7 HP Iron Guardnak, aki előre megy. Most ő be fog nyomni egy akkora bleedinget, hogy meghűl, meg magát is felhíveli, hogyha minden jól megy. Ott is van. Ott van, hál' Istennek, elintézte a krokodilient, jól van. Sötétség megmenekül a vér elől, vagy valamilyen hülyeséget mondod. És ezzel legyőztük az Insta első ilyen vadállat bosszát. Na most, kell az, amit a jesterünk vitt magával. A ládában is gondolom jóféle loot lesz. Ez a bajkeverő trinket, ez ennek a másiknak a párja? Hát ez őrület, király cuccam úgy. Kajákat akkor most már megeltem. Hát ezzel kezdjünk. Á, megszerezted az első trinket szetedet? Akkor tényleg ezért van ez így, mert hogy szedben működnek. Milyen kár, hogy nincs Hellionom. Szevasz, Bladin, jó pihenést! Hát akkor gondolom már ásó sem fog kelni, ugye? Gyógyfüveket ilyenkor erre a fajta debuffra nem tudsz rányomni. Őrület, stressz számok, ráadásul karmazsin bigyula is rajtunk van.
ki kell vinni a tollkristályt, meg ezt a véres kockát is. Maradt még Jesterünk otthon, abból gáz nincs. Ez kimehet. Ez kimehet. A mellszobrok esetleg az ásó helyére. Már persze attól függ, hogy kell ehhez a ládához ásó nekünk. Szerintem nem kell. Biztos vagy benne, hogy ebben a ládában valami méltó van a teljesítményeidhez. Aha, és ez egy keresztes lovag, aláír behívás. Trinket lesz majd, illetve hát az is, csak még nem tudjuk érdemesen kihasználni. A 275 goldot váltjuk le erre. Jó, hát figyelj, amúgy lootot vittünk ki, de az, hogy egy valaki belehalt ebbe a dologba, az egyértelműen nagy gáz. Trinket szetek, azok jó cuccok, keresztes lovagnak még nincs ilyesmije. Most már akkor megértettük legalább, hogy hogyan működik ez a trinket set dolog. Viszünk ki okiratokat, viszünk ki pénzt, melszobrokat is. Nem volt ez annyira szuper szar, lehetett volna sokkal rosszabb. És akkor ez a hely, a Crocodilian Fight. Előttünk még van most egy hosszú folyosó. Megjegyezzük, hogy hol vagyunk a Crocodiliannél. Szerintem első próbára nem volt olyan szar, de jó sem volt, az biztos. Ez egy átlagos Dákesz rossz végére állás. Mehet haza a városba mindenki. Küldetési jutalmait ilyenkor nem kapod meg, hiszen csak amit magaddal viszem, ugye. Hiszen még nem fejeztük be a bárónak a legyőzését. De azért összességében hoztunk ki dolgokat. Anonymous 4-es szintű jesterünk meghalt. Varnemi. Demonómia. Azt képzeli, hogy démonok szállták meg. Irengard. Belgilisztával rendelkezik, és lassúak lettek a reflexei. Shadowhaven. Bűzös. Hogyha alacsony a HP, akkor kisebb a sebessége. Ezt hogy hozták össze? Jó, hát nem csak, hogy ezeken a képességeken kell dolgoznunk, hanem a stresszlevételen is majd a városban. Visszatérünk, trinketeket jól hoztunk ki, az viszont nagyon szép volt. Megkökentő lehet a rothadó szárnyai között csillogó dolgok értéke, így a kívülállók azon tűnődhetnek, hogy megéri-e nekik felmászni a fészkéhez. A Ricolto az egy ritka event a játékban, hogyha elvesztettél trinketet a játék során, akkor az az ő fészkében van benne, ez a madár, ez körbejár a dungeonokban, és összeszedi ezeket a trinketeket, amiket hátrahagytál. Hát most, hogy nekünk van-e értelme azt legyőzni, vagy nincs, én azt gondolnám jelenleg, hogy nincs, mert nem hagytunk el trinketet ugye sehol, tehát eddig mindent hoztunk magunkkal. Ha csak nem az eldobált trinketekre gondolhatnak, fogalmam nincs. Nem volt ez így szar, de jó sem. Levesszük a bizsukat, amik rajtunk vannak, és kezdődhet ezeknek a karaktereknek a helyre rakása. Látom, hogy ide be lehet menni a borász tartalékaira, rátenni a mancsunkat, de oda nincs értelme. Az erdőben van tehát a boss, olvadt farktolla van, 4 sebesség, korság ellenállás, hogyha alacsony a fákja, meg kábítás ellenállás, hogyha még alacsonyabb. Ez az olvadt farktoll, ez nekünk nem fog kelleni. Rövid és normál küldetések vannak, amivel még lehet majd húzni a karakterek szintjét. Barlangban mi a helyzet? Immunis a karmazsinátok által okozott halálra. Az jó lehet. Csak hogy ez egy 5. szintű küldetés. Régész trinketek vannak. Dühöngő talizmán a gabonás zsákok begyűjtése által. Sírrabló trinket. Hárítási érték a szép mondjuk. De szerintem ilyen nem van, nem? Az itt van pont, itt meg is láttam. Te az D. Tamás, 88-as. Hogy vagy, mi a helyzet? Jó kérdés, hogy mire fogunk rámenni. Lehet, hogy el kell mennünk majd ide a Molnárt legyőzni, azt még nem láttuk, hogy az mit csinál, de arra is lehetne egy csapatot kiállítani. 26/29-en vagyunk, csökken az embereink száma. 16-an, ha meghalnak, akkor vége van a játéknak, akkor mentés, törlődés fog történni. Ennek miért más lett a sírja Anonymousnak, mint a többieknek? Lehet, hogy azért, mert 4-es szintű, ugye? A többiek alacsonyabb szinten haltak meg 2-eseken. Na, jó, akkor a postakocsit... Megnézzük, szerintem semmi olyan nem jött most, ami nekünk jót tenne. Megnézzük, hogy mennyit tudunk kiszedni azokból a basztokból. Ha 9-et eltrédelünk, akkor 6 darab lesz, 6 darab lesz ezekből a csoda okiratokból. Ezt át is váltjuk, és akkor még kell 40
44, ugye? Ez mit is jelent, hogy ha viszont a címereket váltod át, akkor 12-t adsz 4 darabért, 15-öt adsz, várjál, ez 40, ez 51 darab. Akkor meg tudjuk csinálni a végső fejlesztését szerintem a Kovácsnak ezáltal. Éppen, hogy meg tudjuk csinálni. Jó, hát hogyha ezt megcsinálod, akkor utána tiszta lappal indulsz. Tehát inkább megcsinálom, mint hogy ne legyen megcsinálva. Jó, és akkor most már nem kell foglalkozni sem a Kovács, sem a C fejlesztésével, ugye? Tehát akkor most már a fejlesztésekkel meg vagyunk. Meg kell nézni, hogy majd itt mire megyünk rá a különböző épületek kapcsán, amiket ugye fel lehet majd itt építeni. Udvari bolond kevesebb stresszel rendelkezzen, de nagyobb sebességgel. 2-vel több pihenési pont, hogyha van nálad förtelen, bajkeverő vagy leprás a teamben. A régész és okkultista meg a pestis orvos 110 darab díjért cserébe 15%-kal nagyobb fertő képességgel rendelkezik, meg nagyobb gyengítés esélyekkel. A vérebes pontossága és max életszáma meg a pajstörő sorkatonának. Tjű, ez nagyon király cucc, feljebb menne az élete. 10 max életpont és 4 pontosság, ez nagyon jó cucc. Akkor 300 darab, rengeteg amúgy, 300 címert valahogy ki kell hoznunk az instákból. Hogyha lenne 200 okiratom, akkor a Vestálnak, a keresztes lovagnak és az önostorozónak kábítás ellenállása lenne, és a gyógyító képességei 10%-kal növekednének. Ez a kettő, ez nekem mindenképpen tetszik. Szia Gálfóri, ányújéceket, jó pihenést. Levettük a trinketeket? Az a baj, hogy pont, hogy Hellionunk ugye nincs, pedig most már set trinkete is van. Nullásokat meg nem fogunk bevenni a teambe. Ha megnézzük ezt, ha lenne 15 darab busztom és 20 darab crestem, akkor néha már 3-as szintű hősök is megjelenhetnének. Erre rá fogunk gyúrni a későbbiek során, meg az is, hogy 5 darab legyen az elérhető hősök száma. Jó, ez jól néz ki egyébként. 5 darab, és akkor eséllyel 3-as, meg 2-es szintűek jönnek. Az tök jó cucc. 3-asokat már ugye kapásból megérné bevenni a teambe. Most is, akár. Jó, nézzük akkor, hogy tudnánk. Várjál csak. És hogyha Iron Guardról leveszed ezt a Belgirisztát, ez szerintem még ráér neki, nem? 44 ezer goldunk van. Ráérhet neki. Kicsit többet kajál. A lassú reflexei azok inkább zavarnak. Bár 10-es sebességgel nincs még ott sem olyan nagy gond. Itt nagyon sok mindent kell levenni majd. Tessék engem kezelni. Hát ez itt díszleg a portrédon. Ezt nem lehet elfelejteni Shadowheavennek. A bűzösségét azt levesszük. Vardeminek levesszük a... azt képzeli, hogy démonok szállták meg, az nem jó. Az lejön. Iron Guard azért nem teszünk most ide be, mert nem akarod elkapni tőlük a skarlátátkot, hidd el nekem. A szapátságba elmehetnél önostorozni, de sajnos ugye éppen foglalt. Hát ez baj. Ez baj. Jój. Hát ez nem nagyon jó. Ugye a Fledgeland kizárólag önostorozásból sikerül stresszhílelni Fledgelentet. Akkor lehet, hogy mégis meg akarod szerezni. Mind a kettő fölötted eséllyel adja át. Mit szólsz ehhez? Szeretnéd Iron Guard? Ha akarsz, rámehetsz felőlem. Lehet, hogy ez egy kudarcos végigjátszás egyébként. Benne van sajnos, hogy mi van, ha nem fogjuk tudni teljesíteni. Mondjuk a vesztájaink azok szerencsére megvannak. Azt sajnálom, hogy a jesterünk az innen most kiment. Az szomor, szomor dolog. Sarumun még megvan, hogy vagyunk. Stressz szerint sorba rendezve nagyjából így áll a helyzet. Van egy Bloodin. Van egy Sarumun. Ők vannak ketten jesterek a teamben. Mindenképpen kellene egy harmadik. Sunset Joy, asztromókus várják, hogy bosszal találják szembe magukat ugye 4-es szinten. Ez egy 5. szintű küldetés lenne egyébként a Rikoltó, tehát azért sem megyünk oda be, mert a... Hát azért kevés ötösünk van még Spectrán, Sarumun, ráadásul ugye magasabb szintre is
fejlődnek majd ezáltal, nem hiszem, hogy be kell mennem, és kitraknál be tanknak oda előre. Szerintem ez olyan fight, ahol azt hiszem 5 köröd van, hogy leverd, és akkor mindenképpen nagy damage-ot kell rávinni. Majd megnézzük, jó? Megnézzük, hogy ez hogy van. Minden esetre ennyi lett volna a Crimson Court-ba való első lemerülésünk. Hát kemény volt. Azt kell mondjam, hogy kemény volt. De megöltük az első bossunkat benne, és hogyha most innen tovább megyünk, akkor... nem is látok előttünk bosst jó sokáig. Kék kulcs, a sárga kulcs megszerzése, a zöld kulcs megszerzése ott előttünk van. Szevasz, Szeris, jó estét! Éppen végeztünk már a Dákesszel. Én azért jól szórakoztam, szerintem egy komoly, komoly futamon vagyunk túl. Csak hát az, hogy két karaktert ma elveszítettünk. Pedig egyébként legalább ugyanannyira odafigyeltem mindenre. Hát nem lehet azt mondani, hogy jaj, Moki, azért mert nem figyelsz oda, meg izé, bla. Nem. Szarul jártunk egyszerűen. 16 halálból már megvan 3. És a 43. héten vagyunk a 100-ból. Na jó. Hát akkor innen fogunk tovább menni majd legközelebb. Nagyjából még a gold mennyiségével okéban vagyunk. Nagyjából szerintem a fejlesztések, amiknek meg kell lenniük, megvannak. A banyánál igen, ott volt a nagy probléma, amikor valamelyik őtök meghalt az üstben. Az erős volt. Nem is az üstben? Hogy volt az? Erre ki halt meg? Ja, Velkor, aha. Akkor mínusz egy vesztálunk van most jelenleg. Jó, de az majd még visszajöhet, tehát az... level 0-ás Jestert én nem szívesen vinnék magas szintű instákba. Akkor inkább várjuk meg, amíg jön egy magasabb szint esetleg, és akkor feltöltjük majd az alulálló hőseinknek a sorait. És hogyha szint szerint rendezzük sorba őket. Itt van egy teljes team, utána meg már level 3-asok vannak. Mi van Tonikkal? Mi történt Tonikkal? Részegen tivornyázott, előző este óta senki se látta. 45 stressz nyert magára, jól látom. Nem az, hogy gyógyult, szerintem gyógyult. Gyógyult, aha. Tonik eltűnt. Részeges tivornyákban, hát beszarsz. Az király. Tonikról senki nem tud semmit. Hogy állunk a karmazsinátokkal? 1, 2, 5, 6. 6 karakterem van rajta. És mennyi véred van? Na, Istenem, de várjál. Uh-huh. 13 vérünk van 6 emberre. Szerintem az amúgy elég. Az még elég lehet. Na jó, hát akkor legközelebb innen folytatjuk. Théoden király meghalt. Te gyűrűk uráztál időközben? Na, amíg átváltunk közben a stelláris seggek gyors megfigyelésére, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma itt volt a Darkest Dungeon című játék következő epizódjában. Remélem, hogy nem bántátok meg, hogy ma is velünk voltatok. Kivéve a két karaktert, akit ma elveszítettem sajnálatos módon, de hát ez a játék, ez ilyen. Meghalt a színésszel? Azt a mindenit. Nem hallottam. Figyelj, én ma még nem olvastam híreket. Hát nyugodjon békében, ez iszonyatos. Hány éves volt? Még nem volt már a gyűrűk urában sem fiatal. Ugye? Tehát ott is látszódott, hogy azért fiatalabbra maszkírozzák, mint a hány éves. Szerintem biztos volt, hogy 70. Azért 80 majdnem, aha. Azért szép kort megélt. Hát ez egy nagyon szomorú hír. Nagyon sajnálom. Majd küldök nektek akkor a szünetre. Rövid szünetünk lesz csak. Gyűrűk urás kitalációkat keresek akkor. Hát ez szörnyű. Na jó. Szóval, ja, stelláris segek. Hogyha szeretnétek csatornánkat támogatni, a vodok leírásában megtaláltok minden ehhez kapcsolatos információt, esetleg van még lehetőség az élő alatt a panelekben, és nagyon szépen köszönöm, hogyha így tesztek. Szóval menjünk már is, és akkor váltsunk játszást. Hamarosan folytatjuk.